A mai témánk a gyermeki félelmek. Gyerekkorában az ember sok mindentől félhet. Ha túllépünk az élénk gyermeki fantázia rémképein, vagy a sötétség és a magány által gerjesztett szorongáson, akkor reális, földhöz ragadtabb oldalról megközelítve egy gyermek kicsinek, védtelennek és kiszolgáltatottnak érezheti magát. Ezért is szerencsés, ha egy gyermek kedves, odaadó családi környezetben nevelkedik, és vannak, akikre teljes mértékben számíthat bármikor, akkor ez egyfajta védelmi burkot von a gyermek köré, ami kizárja többnyire az efféle félelmeket. Az olyan túlélős, esetleg horror alkotások, amik gyerekek szemszögébe vannak helyezve, sajátos hangulati elemekkel és atmoszférával bírnak. A kiszolgáltatottság és az esélytelenség érzése hatványozottan erősebben csap le az adott karakterre, illetve éppen a nézőre vagy a játékosra. Alapvetően, ha fizikai adottságokról van szó, akkor az adott karakter esélytelen. Csak egy porszem, amit bárki el tud fújni. Így az alternatíva, amit tehet egy ilyen szituációban, az a menekülés, bujdosás és taktikázás elegye. Éppen ezért ez a tény a feszültségkeltés egy egészen más típusát helyezi előtérbe. A veszélyek és az ijesztő dolgok gyermeki szemszögből hatványozottan fenyegetőbbnek hatnak, és ez az egész összkép egy olyan hangulati stílust hív életre, aminek atmoszférája egyedi módon szippantja be a nézőt. A kiszolgáltatottság és tehetetlenség érzése egészen máshogy hat ilyen esetekben, és egészen sajátos módon képes feszültséget generálni, hiszen gyerek karaktereknek egy ilyen szituációban embert próbáló feladat helytállnia. Továbbá ezt toljuk meg egy olyan sötét jövőképpel, ahol nem az emberi faj helyezkedik el a tápláléklánc csúcsán, ami sosem túl kellemes szituáció, különösen akkor, ha a csúcsragadozó szintén intelligens életforma. És akkor térjünk is át a jelenlegi témánkra, a Yakusoku no Neverlandre. Az alkotás mangájával még igen sokkal az anime bejelentése előtt találkoztam, és az alapsztoria már első ránézésre is igen érdekesnek tűnt. Végül anime adaptációra is sor került, így kíváncsi voltam, hogy mit hoznak ki a mozgóképes verzióból. Adott egy idilli árvaház, ami gondosan el van zárva a külvilágtól. Ezen a helyen számtalan árva gyerek éli boldog mindennapjait, amióta csak az eszüket tudják. A gyermekek lakhelyeként szolgáló épület nagyon jól felszerelt, és tökéletes életkörülményeket biztosít a lakói számára. Kiváló ételekben, orvosi ellátásban és fokozott figyelemben részesülnek a lurkók, és mindemellett az árvaház egy gyönyörű, füves, erdős területen van elhelyezve, ahol a csöpségek gondtalanul játszhatnak. A gyermekek életének csupán csak egyetlen felnőtt a része, a szintén az árvaházban élő, csak mamának szólított kedves hölgy, aki odaadó anyai szeretettel gondoskodik minden lurkóról. Nagyon szeretik őt a gyerekek, és ő is nagyon szereti őket. Csupán csak az árvaház területét körbeölelő hatalmas fal, illetve a megközelítésének szigorú tilalma az, ami sejteti, hogy itt azért nem minden fenékig tejfel. Ugyanakkor az árvaházban élő gyerekek nem maradnak örökké itt. Ugyanis, ha valamelyiküknek sikerül szülőket találni, akkor egy érzelmes búcsút követően az adott gyermek kiköltözik az árvaházból, és máshol új életet kezd. Főszereplőink az árvaház három legidősebb gyereke, egy Emma nevű vagány kislány és a két legjobb barátja, az IQ betyár Norman és a kissé magának való Ray. Mindig is itt éltek boldogan és gondok nélkül, azonban egy este az események közrejátszásának köszönhetően az általuk ismert világ illúziója a szemük láttára oszlik szét, és szörnyűködve kell rádöbbenniük, hogy ezen a helyen semmi sem az, aminek látszik. Az egész az egyik sorstársuk örökbefogadásával kezdődik, akit miután a mama kikísér a kapuhoz, a leányzó az épületben felejti a plüssnyulát. Emma és Norman ezt nem hagyja annyiban, és a játékkal együtt a kislány után sietnek a kapuhoz. És ekkor van módjuk a saját szemükkel megbizonyosodni arról, hogy pontosan mi is történik itt azokkal a gyerekekkel, akiket úgymond örökbe fogadnak. Ez a hely nem egy árvaház, hanem egy hústelep, ahol azért nevelik a gyerekeket, hogy aztán megegyék őket.
Ebben a világban meghatározhatatlan ideje a tápláléklánc csúcsán már nem az emberi faj helyezkedik el, hanem a démonok, akik az egész világot az uralmuk alatt tartják. Az emberisége szolgafajjá alacsonyodott, aminek szerencsésebb tagjainak még megadatik az a lehetőség, hogy kollaboránsként szolgálhassák a világ új urait, viszont az emberek többsége nem több puszta a démon tápláléknál. Világszerte számtalan ilyen idézőjeles árvaház van, ahol a mit sem sejtő lurkókat haszonállatként tartják és tenyésztik. És persze minden ilyen telepnek van egy ilyen kihelyezett mamája, aki a démonok dolgozójaként gondosan neveli a lurkókat, hogy megfelelő táplálék legyen belőlük. A probléma tehát adott, miután hőseink szörnyűködve tudomásul veszik, hogy itt a biztos halál vár rájuk, elkezdik tervezgetni az árvaházból való szökést. És innentől kezdetét veszi a gyerekek titkos szervezkedése a túlélés érdekében, miközben a mama, akihez ezidáig annyira kötődtek, minden gyanús jelet éberen figyel. A cselekmény többnyire a szökés menetének, valamint a szép, hosszú, aprólékos megtervezésének a bemutatását tárja a néző elé. Az anime jól bemutatja, ahogy hőseink a kezdeti sok után hogyan építik fel a szökési tervük minden szegmensét. Azt kiemelném, hogy a három főszereplő vérbeli gyerek zsenik, akik részletesen számba veszik a lehetőségeket, a különböző eshetőségeket, és igyekeznek a mama előtt elfogadhatóan színészkedni, mintha mit sem sejtenének a végzetükről. És ebből következik az anime egyik legnagyobb erőssége, a profi feszültségteremtés. A Yakusoku no Neverland egy örítően izgalmas anime. Az már alapból megteremti a feszültséggel teli légkört, hogy gyerekek vannak bedobva ebbe a kilátástalan szituációba, így velük együtt a néző is igen elveszettnek és sebezhetőnek érezheti magát. Ebben a reménytelen szituációban a megtévesztő idilli lakóhelyükön a biztos halál vár rájuk, és mivel az ő elszállításuk már nincs is túl messze, ezért nem teketóriázhatnak. Lázas munkával látnak hozzá a lehetetlennek tűnő vállalkozáshoz, és bár a szabadság közel elérhetetlennek tűnik, pláne, hogyha ki is jutnak innen, a falon túl egy olyan világ várja őket, amit már a démonok uralnak, azonban az élni akarás folyamatosan tovább hajtja őket. Amikor a hőseink munkálkodnak, vagy a szökés részleteit tárgyalják, én szinte mindig lélegzett visszafojtva figyeltem, attól tartva, hogy a mindig éber mama vajon mikor töri rájuk az ajtót. A feszültség csak tovább emelkedik, amikor a szóban forgó hölgy is jelen van, és bizony minden nem megszokott szó, reakció, arckifejezés és gesztus gyanús számára. Kiemelném még a remek kameraállásokat, az árvaház vészjósló, horrorisztikus, sötét folyosóinak a képi beállításait, amiken a nesztelenül lapakodó lurkókat figyelve a nézőnek a torkában dobog a szíve. Továbbá kiemelném, hogy a cselekmény fordulatos és kiszámíthatatlan. Volt több olyan csavar is, ami képes volt teljesen ledöbbenteni. A szabadság pedig olyan elérhetetlennek tűnő álom az egész történet során, hogy komolyan végig el nem tudtam képzelni, hogy mégis hogyan tudnának hőseink innen megszökni. Még az érzelmek ábrázolása mellett nem mehetek el szó nélkül. A félelem, a kétségbeesés, a szorongás és a szomorúság hitelesen van a gyerekek viselkedésébe belefűzve, olyannyira, hogy a nézőknek őszintén fájhat értük a szíve. Különösen a karakterek hiteles arckifejezései azok, amik jól vannak ábrázolva. Emáék történet egy igazi érzelmi hullámvasút, ami bőven tartogat mind nekik, mind a nézők számára sokkoló pillanatokat. A karaktergárda nagyszerű és kidolgozott. Emma egy belevaló, vagány, tomboly kislány, aki általában mindig energikus és jókedélyű. Ugyanakkor kissé makacs és akaratos. Ha valamit a fejébe vesz, akkor attól nem lehet eltántorítani. Nagyon okos és talpra esett, és ahogy fény derül az árvaház sötét titkára, mindent megtesz azért, hogy mindenkit megmentsen, még ha ez lehetetlennek is tűnik. Az árvaházban minden gyerek szereti, és egyfajta vagány nővérként tekintenek rá, a démonok morbid nyelvezetével élve pedig ő az árvaház egyik legjobb minőségű gyereke. Norman egy végtelenül nyugodt, mindig jóindulatúan mosolygó srác. Az intelligenciája kimagasló, remekül tud taktikázni és tervezgetni.
valamint az esetek többségében mindig megőrzi a hideg vérét. Talán őt lehet Emma a legjobb barátjának tekinteni. Ray kissé távolságtartó, magának való komolyabb személyiség, aki ritkán mutatja ki az érzelmeit. A fizimiskája és egyes arckifejezései alapján időnként akár amolyan pszichosotának is elmehetne. De minden esetre rendes rác, aki még ha nem is olyan közvetlen, de mégis fontosak számára a barátai. Azonban aki viszi a pálmát, az Isabella, vagy más néven a mama. Ennek a karakternek a jellemét és a viselkedését mesterien valósították meg a készítők. Az elsőre kedvesnek tűnő hölgy álcája mögött ott figyel a démonok hűséges kutyája, aki csak is azért gondoskodik a gyerekekről, hogy megfelelő táplálék lehessen belőlük. Már az alapból groteszk összképet eredményez, ahogy kedvesen ölelgeti és szeretgeti a gyerekeket, miközben azok mit sem sejtenek a végzetükről. Azonban érdemes azon eltöprengeni, hogy mennyire lehet őt gonosz karakternek tekinteni. Ha logikusan végig gondoljuk, ő is csupán csak áldozat. Neki csak annyi volt a szerencséje, hogy a jó képességei miatt végül sikerült elkerülnie az élelem szerepét, és kénytelen a démonoknak dolgozva irányítani ezt a telepet. Tulajdonképpen ő is fogoly ezen a helyen, de ő már beletörődött a világ jelenlegi működésébe és az ő saját szerepébe. Technikai szempontból teljesen korrekt az anime. A grafika szép és igényes, a karakterek grafikája tetszetős és részletes. A gyerek karakterek nagyon aranyosak, a különböző érzelmeket pedig hitelesen vitték a készítők az arcukra. A különböző számos érzelmi állapotot felvonultató arckifejezéseik nagyon jól sikerültek. A környezeti ábrázolás szintén kiváló. Az anime remekül lavírozik a világos, sziporkázó helyszínek és a sötét, dárkos, horrorisztikus tónusú környezeti megvalósítás között. A szinkronok tökéletesek. A szinkron színészek remekül adják vissza a gyerekek érzelmi állapotát, legyen szó örömről, félelemről, kétségbeesésről vagy szomorúságról. Profi módon adják át magukat a szerepüknek, és jól játszanak a hangszínükkel. Kivetni valót a zenei anyagban sem lehet találni, akár csak az openingben vagy az endingben. Mindent összevetve a Yakusoku no Neverland egy őrjítően izgalmas utazás a gyermeki félelmek bugyraiba. Ez egy történet elszánt gyerekekről, akik fellázadnak a kegyetlen sorsuk ellen. Szembe mennek az őket körbeölelő groteszk világ elnyomásával, és kitartóan hajszolják az elérhetetlennek tűnő szabadságot. A második évad már be van jelentve, így nagy érdeklődéssel várom a folytatást. Köszönöm a figyelmet, Rafanir voltam, sziasztok!